Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a Technik Szelda. Mai nap az identitászóról fogunk beszélgetni. Mint látjátok, izgalmas téma lesz a terítéken, úgyhogy mindenképp rögtudtok fel a amit nem tettétek volna meg. És nyomjátok meg a kis csengőt is, hogy kapjátok értesítőt a következő videókról. Na de, mire is gondoltam én itt? Hát mint látjátok, elég izgalmas két készlet hoztam már nektek, hiszen idén megjelent a Lambolkiri Huracan technikának az narancsszín verziója. Ugye a lime már tavaly megkaptuk, az volt a 42161 es és idén a 42196 os számon kaptuk meg ugyanazt, csak színben. Ugyanaz a LF szám 806 elemből áll, teljesen ugyanaz, egyedül csak a külső szín borítás az, ami különbözik. És ahogy ezt már láthatjátok, tavaly is a Bogatti Bugatti ami szintén két színbe jött ki. Ott is egy kicsit elkezdtem játszani a színekkel, és mint látjátok, itt is elkezdtem játszani kicsit a színekkel. Pontosabban az egyik fele az eredeti szint is, a másik fele pedig meg van cserélve. Nem lehet 100%-osan megcsinálni ezt a színcserét, tehát azért van egy-két olyan elem, ami így nyúlik az egész autón, és így nem lehet tökéletesen létrehozni a tökéletes színátmenetet. De persze, hogyha van otthon megfelelő alkatrészet hozzá, azért ezt meg lehet oldani. Én most csak is kizárólag a készletben lévő alkatrészekkel foglalkoztam, és azt használtam föl ehhez a projekthez. Szóval lehet trükközni, és azt gondolom, hogy elmondtam szerintem a legnagyobb előnyét annak, hogy megvedd mind a két készletet, esetleg megvedd most már a nagy színűt a lány mellé, hogyha azt megvetted, hiszen lehet így trükközni, játszani, különböző dolgokat létrehozni, és ami leg, izgalmasabb ebben, hogy nagyon-nagyon egyszerű ezt az átalakítást megcsinálni, tehát pont azok a részek jönnek le nagyon-nagyon könnyen, és egy az egyben cserélhető a két kocsin, tehát nem kell itt nagy bűvészkedés. Egyedül az eleje az, hogy egy picit komplikáltabb, de tényleg csak egy minimálisan, ugye a motoráztató ott kell egy kicsit jobban játszani, de tényleg minimális, bárki meg tudja csinálni ezt az átlagítást. No de, beszéljünk akkor azért a készletről magáról, a magukról, ugye tavaly kaptuk lány színben, ami azért azt kell mondanom, hogy kicsit unalmas volt, hiszen a Sian is lány színbe jött, és azért nagyon vágyott volna az ember van izgalmasabb szín, de azért a Lamborghini nem csak lányba jönnek ki, azért vannak még más színeik is, szóval nekem egy kicsit unalmas volt, illetve én azért a kinézetével nem voltam megbékével is, persze elmondható, hogy ez egy kis készlet, kisméretben van, nem sok elemből, hiszen 806 elemet tartalmaz, de akkor is én nem hívtam volna méltónak egy Lamborghinihez, de persze lehet, hogy azért van, mert én nagy, nagyon nagy Lamborghini fan vagyok, szóval nem voltam annyira boldog tőle, ráadásul ebben a lányba is megvannak azok a csúnya színjártérések, amik a Sian-nal is láttunk, tehát hogy a Szián után ezt nem is kellett kiavítani, és akkor idén megjönt a narancs szín, ami azért már sokkal pozitívabb volt, hiszen egy új szín megkapjuk meg ezt a kocsit. Persze a szépsége nem változott, tovább, továbbra sem tetszik, viszont azért ezek a színátmenetek nem olyan feltűnőek, a matrica is egy fokkal jobban néz ki, illetve maga a kocsi is sokkal, sokkal, jobban néz ki, és ezért jobban esik egy más szín, de persze itt is elmondható, hogy igazából ez a porsche volt a színe, hiszen az volt narancs, tehát hogy lehetett volna fehér, vagy piros, vagy valami más, de ez az a szín lett, és igazából abban a szempontból nem is bánom, hogyha ezt a kis trükköt el akarjátok játszani, hogy színcseréltek, akkor ez a lime narancs passzol a leginkább egymáshoz, ez adja ki legjobban, és ennél a színcserénél igazából nagyon kis extrém autó lesz belőle, és nekem már egy fokkal jobban tetszik, mint az eredeti verzió. Persze továbbra sem tökéletes a kinézete, de azért sokkal izgalmasabb, mint az gyári. Nézzünk funkciókat is, mert hát beszélünk, tehát van benne funkció. Egyrészt kormányozható, és ennek megvan szépen a tetején a kormány, ezen kívül megvan benne a V10-es motor, amit az egyik hátsó kerék hajt, hiszen itt ugye valamilyen kisforolták a differenciál művet, így csak az egyik kerék mozgatja a V10-es, és ezen kívül még az ajtókat lehet kinyitni, mind a két oldalon, itt szépen lehet látni a belsébe, ami az azért olyan őrülten nincs kidolgozva, de nem rossz. És van még egy plusz, hát mondjuk idézőjelben funkció, az, hogy nem más, mint ki lehet az elejét, ami ugye a csomagtartó lenne, hiszen hátul hordja a motorját, de hát öm, nincs benne igazából semmi más extra, nem is benne biztos, hogy ez a kinyitás szándékos volt, egyszerűen csak lehet, hogy ez volt az életem módja, egy összehozni, hiszen ez hát egy ö, Ferdin lévő elem, tehát hogy lehet, hogy ez inkább csak extra, mint hogy igazi funkció lenne. Úgyhogy ezek a funkciók vannak -e benne, de hát természetesen ez egy kis készlet, nem is nagyon várunk ettől többet. Ráadásul ugye ez játékra való, tehát hogy nem is ennél sokkal többet, de egy jó kis készlet. Természetesen még tovább lehetne variálni más színű kerekekkel, más színekkel, tehát lehetőségek határtalanok, én most direkt a saját alkatrészét használva csináltam meg ezt az átalakítást, de persze itt is még leég lehet, tovább lehet menni, hiszen felemásban átcserélni, vagy csíkozásokat belerakni, vagy ami jó esik, tehát elég sok mindent lehet rajta létrehozni. Jön az összefoglalás, azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon pozitív ez a színcsere, tehát az nagyon jó tett volt, nagyon jó lehetőség adott, hogy ott ott mind a két készlet megvan, jók a funkciók, jó játékra való készlet, negatívum, hát továbbra is a készlet, szóval azért még továbbra sem vagyok, kivékülve, illetve az ár, hiszen ugye 20 forint, a pontosan 19.990 forint darabja a készlet, ami azért egy picit fájó, persze nyilván ez a legoldalról van, lehet ezt olcsón is megtalálni, de azért az alap kiinduló ára az ez, és azért az uh, talán kicsit, én személy egy kicsit sokkal értük, úgyhogy az lehet még egy negatívum. És így a videó végén szeretlek megkérni, hogy ha tetszett a videó, akkor mindenképp nyomd meg a lájkot, ezen kívül továbbra se felejtsd el a feliratkozást, hogy nem tetted volna meg, nyilván merj a kisengőt és is jó, megkap kap értesítőt a következő videókról. Ezen kívül ott a komment szekció, ahol ismételten várom a különböző kommenteket, hogy mit szóltok a készletekhez, micsoda variációkat látnátok szívesen, szóval jöhetnek a kommentek. És a következő videóig mindenkinek nagyon jó legózást, jók legyetek, sziasztok!